Aznap a britek arra ébredtek, hogy minden harang zúgott, és ez annyira extrém esemény volt, hogy 6. György király temetése 1952 óta nem is történt meg, hogy a világ leghíresebb harangja negyed óránként idén gamozáson kívül megszólaljon. Az újkori olimpiai játékok történetének legnagyobb kulturális fesztiváljának, a Kulturális Olimpia 2012-nek köszönhetjük a reggeli, összes harangszóljon akciót is. Az utcai csilingelés Martin Creed képzőművész zenész fejéből kattant ki. Azt gondolom, hogy nekem a legjelentőség teljesebb az összes harang közül a Big Ben, azért, mert időtlenül szól. A zaj és Big Ben rajongó nem más, mint az egyik legrangosabb brit művészeti díj, a Turner díj egyik legtrépásabb kortárs művésze, akinek tulajdonképpen akkori munkája egy üres szoba volt, melyben fellekapcsolódott a villan. Ő Martin Creed, aki azóta is feszegeti, a mi az, amit műalkotásnak nevezhetünk problémát. Ön egy nagyon ismert művész az Egyesült Királyságban, és ezek a képek itt körülöttünk, ezek mind az önnél. Ez az egyik munka, amit az olimpiára csináltam. Az első variációja annak az olimpiai poszternek, ami amúgy ott van az ön feje fölött. Különben ezek a képek itt körülöttem többnyire azok, amiket leginkább elvetettem, mint alkotást. Gyakran úgy dolgozom, hogy kísérletezek sokfélével. Aztán a végén egy megtetszik, és az lesz az igazi. Úgy tartom, hogy a színek gyönyörűek és nagyon bonyolultak, pontosan úgy, mint az emberi érzések is. De sok munkámban a szín nem is olyan fontos, mint inkább a tervezés, mint mondjuk, ahogy egy autó dizájnja. Ha már egyszer fix, akkor bármilyen színe lehet annak az autónak. Ha éppen nem a nyitó ceremóniát követő ünneplő tömegre vágynánk, és egy lakatlan szigetre mennénk inkább, akkor Szepesi György legendás közvetítéseit biztos, hogy sokan beraknák a hátizsákjukba. Nekünk tegnap Londonban igazi ajándék volt, mielőtt a Magyar Rádió tudósítóihoz beült volna, kicsit taxizni vele London utcáin. Hogyha lenne kívánságlista, most hova mehetnénk el Londonban? Hát nekem a szent helyem a Wembley stadion, érthető módon. 48-ban ott voltunk nagyon sok-sok riporter Európa minden részéből. Na most ezeknek az emlékére volt Wembley-vel megkeresni azt a helyet, ahol mi kelet-európaiak, akkor is közép-kelet-európaiak helyet foglaltunk. Ez élmény volna. Végül aztán egy óriási stadion helyett egy csendes park padján beszélgettünk tovább. Volt itt 1948-ban még művészeti olimpia. Hogyne. Az volt az utolsó. Hát az volt az utolsó, sajnos, és van ennek is története. Földes Éva nyerte a bronzérmet. Egyik kategóriában, az irodalmi kategóriában nyerte, és amikor kihívták Mr. Földes, néven szólították az egy dolgokról az emelvényre. Na most megjelent egy nagyon csinos, rövid szoknyás hölgy, és ránézett a bizottság elnöke, aki érdekes módon angol volt, és nem tudta, hogy Földes Éva hölgy. És visszaküldte, ő Mr. Földes hívta. Természetesen végül dönt szoknyában, de Éva sikeresen bebizonyította, hogy ő az író. Tovább utaztunk Londonban Szepesi Györggyel a Magyar Kulturális Intézetbe, ahol egy pár nappal ezelőtt hozzánk került reliktiát mutattunk meg neki. Aha! Hát ez az zászló, ez nekünk örök emlék. Tudnilik, mi Hendonba, a Hendon kollégiumban laktunk, és az éttermet díszítette ez a zászló. 48-ban. És most hallom itt ez a felfedezés, hogy az a úr, aki megkapta ajándékba tőlünk, magyaroktól ezt a szép zászlót, ezt visszaadta most a Magyar Intézetnek, és ezen túl a miénk. Úgyhogy nekem ez egy nagy felfedezés, óriási öröm, hogy bemutathatom a londoni olimpia ötkarikás magyar zászlaját.